A Spari az NB2 28. fordulójában március 14-én hazai pályán 1-0-ás vereséget szenvedett a Győrtől, és az átkapus mérkőzés követően már sejteni lehetett, hogy a folytatásra egy ideig várniuk kell a játékosoknak és a szurkolóknak. Az MLS két nappal később döntött a bajnokság felfüggesztéséről, így azóta a nyíregyházi játékosok is hazai környezetben végzik az edzéseket. Ez mindenkinek egy nagyon furcsa és új helyzet, tehát igazából alkalmazkodni kell, hoztak egy döntést, hogy a kormány meg az MLS, és ezt természetesen a klub azonnal el is fogadta. Mi már hétfőn, mikor nem volt meg a kormány rendelet, akkor se tartottunk edzést. Éreztük, hogy ebből ez lesz, hogy beszüntetik a bajnokságot. Hát mindent megpróbálunk megtenni, hogy jó állapotban maradjanak a játékosok. A Darabos Balázs ugye minden héten küldi ki a új edzéstervet, hogy mire kell készülni. A nehézség igazából az, hogy nem tudjuk, hogy ez meddig fog tartani. Tehát mi is csak találgatunk, de hát értelmetlen találgatni is. Itt mondják, hogy májusban elkezdődik a bajnokság, igazából ezt majd a helyzet hozza. Tehát próbálunk alkalmazkodni, próbálunk fölkészülni, azért mindig heti ritmusban próbálunk tervezni, mert egyszerűen nem lehet tudni, hogy ez meddig fog tartani. Mint a vezetőedző elmondta, számára is szokatlan, hogy otthon kell töltenie a napokat. Most már kezdek unatkozni, egy hete telt el, igazából próbálok, mivel tölti az ember az idejét, családdal, mi is elzárkoztunk igazából a családdal, próbálunk megfelelni ennek a kritériumnak, otthon vagyunk, elzárkoztunk, várunk igazából, várakozó állásponton vagyunk, még csak egy hete van, nem tudom, hogy mi lesz, mikor majd két hónapig otthon ülünk. Nagyon furcsa a helyzet igazából. Amikor ugye elmegyünk szünetre, akkor el lehet menni egy kicsit üdülni, ide-oda mászkálni, hát most igazából be van zárva az ember a négy fal közé. Az NB2 2019-2020-as idényéből még 10 forduló van hátra. A tabellát az 59 pontos MTK Budapest vezeti az 54 pontos Budafok előtt. A Nyíregyháza Spartakusz 35 ponttal a 8. helyen várja a folytatást.